Üdvözlöm Önöket, Apáti Bence vagyok. Ez a Hír TV Sztár magazinja, a főhős. Gyurcsány Ferencről szóló sorozatunk befejező részét látják. Ezt mutattuk már? És még Orbánra mondja az ellenzék, hogy Putyin pincsie. Na mindegy. Elérkeztünk oda, amikor Fletó már életvitelszerűen hazudozott, gondolkodásmódjára pedig volt SZDSZ-es politikusok, és a viszki volt a legnagyobb hatással. Azt javaslom, hogy alakítsunk új kormányt, új kormány fővezetésével. Lac Ferenc, Surányi György, Vértes András. Róluk kezdünk, és velük kezdünk el konzultációt. Nagy volt a para, de végül a szocik kikerülték az átonyt, ám Gyurcsánytól nem sikerült időben megszabadulniuk. Így jött a jéghegy. Véget ért a miniszterelnöki casting. Se Glac Ferenc, se a hűtőgépgyáros nem volt jó a baloldalnak. Lemondása után 2 héttel Gyurcsány Ferenc már Bajnai Gordon miniszterelnök jelölt mellett kampányolt az MSZP újabb kongresszusán, miközben a Táncsics alapítvány vezetőjévé választották. Támogatni fogjátok akkor is, amikor sokak majd nem fogják támogatni. Meg fogjátok-e védeni akkor, amikor támadni fogják? Politikáját, személyét, családját. Mögötte fogtok-e állni, akkor, amikor úgy fogja érezni, hogy fogy a levegő. Bajnait a küldöttek 91%-a támogatta, és újra felcsendült a rég nem hallott internacionálé, ami zavarba hozta Bajnait és Gyurcsányt egyaránt. Cuki bosszú volt az MSZP-től. Gyurcsány leköszönő miniszterelnökként a parlamenti felszólalásában arra kérte az ellenzéket, hogy támogassák az új kormányt. Ez így alakult, mint nyilván sokaknak van ebben része. Gyanítom nekem is. Ezt a kormányt támogatni kell. Azért, mert azt teszi, ami az országnak érdeke. Ezt a kormányt szidalmazni, ellene indulatot szítani, Magyarországon politikai békétlenséget kezdeményezni, indítani, az nem a kormány ellen való vétek, az Magyarország érdekei elleni vétek. Majd átadta a miniszterelnöki bársonyszéket utódjának, és az MSZP frakció hátsó sorába kullogott a helyére. De Feri nem hagyta annyiban. Amikor 2009 őszén új miniszterelnök jelöltet, azaz Mesterházi Attilát találták vezető szerepre, listát is állítottak a szocialisták. A befutó negyedik helyen emlékeznek még ki el? Bizony, az Öszödi szónok. Az országos listán állítólag a jövő emberei szerepeltek. Jó reggelt, kívánok! Hogyan lobbizta le magát a lista negyedik helyére? Saját kérésére lemaradt a listáról a párt legnépszerűbb politikusa, Szili Katalin, aki úgy tudjuk, hogy nem akart ismét Fletó után kullogni a sorban. A 2010-es országgyűlési képviselőválasztás hajrájában Gyurcsány már jelezte egy könyvbemutatón, hogy még mindig nagyra törő tervei vannak a politikában. Természetesen a választások után ennél aktívabb leszek. Bármi is lesz a választás végeredménye, az, hogy egy erős, hiteles, demokratikus, balliberális oldal épüljön meg, arról lesz véleményem. Ennek érdekében fogok politizálni. A kétharmados Fidesz győzelem után az addig 188 fős MSZP frakció 59 fősre zsugorodott. A szocik elismerték vereségüket, és megkezdődött a helyezkedés. Na, meg a pártszakadásra utaló jelek. Pártszakadásra számít? Yeah. Pártszakadásra. Ne. De ez pártszakadás. A kongresszuson zárt ajtók mögött Gyurcsány ismét hozta a formáját a tőle megszokott stílusban. Amit most csinálunk, ebből nem a pártszakadás fog következni, ez az erózió fog következni.
az, hogy a szocialista pártban nincsen semmi olyasmi mostanság, ami politikailag egyértelmű, izgalmas, vonzó, ami reménykap. Önmagunkért való, és önmagunk butaságát megmagyarázó szarakodásait. Az őszi csúfos önkormányzati választás után Gyurcsány bejelentette, hogy új platformot alakít az MSZP-n belül és azon kívüli szimpatizánsokkal. Már jelentkeztek 300-an, amennyi kell az alakuláshoz, úgyhogy ezzel azt gondolom nem lesz majd gondunk. A Demokratikus Koalíció platform zászlóbontóján vezetőként Fletú ismét ringben érezte magát. Itt a magánnyugdíjpénztárak mellett kampányolt. Igen, drága barátaim, hazánknak önmaga nagyságától elszédült, bumfordi kormánya van. Ha hozzá mer nyúlni a pénzünkhöz, annyi pert fogunk a nyakára zúdítani, hogy nem fogja tudni megszámolni a miniszterelnök. Két nap múlva a Demokratikus Karta, amely Fletó másik ernyőszervezete, a Kossuth tér közelében kampányolt az Alkotmánybíróság mellett. Azt sem mondom, hogy mindenki értse. A kurva anyját annak, aki az én magyarságomat hogyha ezek a vádpontok igaznak, bizonyulnak és bebizonyosodnak, akkor politikai értelemben Orbán Viktor miniszterelnök többé nem legitim alkotmányos vezetője a hazának. Minden alkalmat megragadott, hogy a kormány tekézze. Így a Táncsics Alapítvány rendezvényén is. A polgári szabadság van veszélyben, amely a modern magyar demokrácia legféltettebb és legszentebb alapja. Persze a polgári szabadság eszménye 2006-ban a véres tömegoszlatással kapcsolatban akkor és azóta sem jutott eszébe Ferinek. Sem a sajtó és szólásszabadság, na meg a gyülekezési jog. Vagyis néha igen, de csak a Fidesz kormány regnálása alatt hazug köntösbe bújtatva szavait. És eljött a 2011-es év, amikor megtörtént a válás a Mesterházi vonal és a Gyurcsány szám között. A szakítást 10 hónapos üzengetés előzte meg. Puk László a sajtón keresztül mutatott ajtót Ferinek, azt üzente, hagyja magára az MSZP-t és alakítsa meg saját liberális demokrata pártját. Mint fogalmazott, Gyurcsánynak el kell döntenie, hogy alkalmazkodik vagy kilép. Februári évértékelőjében adta meg a választ Gyurcsány. Nem szakítunk, hanem átalakítunk. Nem új pártot alapítunk, hanem az MSZP-ből csinálunk új pártot. Az alkotmányozás idejére felfüggesztették az üzengetést, sőt a parlamentből is kivonultak a szocialisták, és vidéken részországgyűléseket tartottak. Szegeden Gyurcsány és Mesterházi közösen készült a kormány megbuktatására. Igen, a látszatra azért adtak egy kicsit a szocik. Az ember, ha tisztességes, nem segít azoknak, akik fel akarják robbantani az ország házát, és nem segít azoknak, akik fel akarják robbantani az ország alkotmányát, a köztársaság alappilléreit. Majd az új alkotmány megszavazása után Gyurcsány a Demokratikus Koalíció platformja nevében a Battyányi örökmécsesnél tiltakozott. Vádolom Orbán Viktort és kormányát, hogy elárulta a köztársaságot. Minket tisztelő, értünk küzdő, ha kell, akkor értünk meghalni is tudó miniszterelnökre és elnökre van szükségünk. A kormány szidalmazásából Feri nem nagyon tudott politikai tőkét kovácsolni, így visszatért az MSZP megújításához. A Facebookon üzengetett párttársainak posztjaival nagyon elrúgta a pöttyöst. Szanyi Tibor egyenesen azt mondta róla, hogy maga Gyurcsány szivárogtatta ki az öszödi beszédet. Letúlt ezt felhúzta. Küldött is gyorsan egy lezárt borítékot a Jókai utcába azoknak a neveivel, akik szerinte részt vettek az ő megpucsolásában. Mesterházi Attila csak legyintett. Most nagy tisztelettel önök előtt felbontom ezt a borítékot, ha fel tudom. Itt ez egy levél, ami gondolom kísérő levél ehhez a történethez. Ebbe vannak a nevek, amiről Gyurcsány Ferenc nem akar beszélni, mert nem tudja pontosan bizonyítani. És hát hadd menjen utána a boríték is, amiről az egész volt. Gyurcsány nem hagyta szó nélkül a szocialista darálót. Televíziónknak exkluzív interjút adott. Az MSZP erkölcsének egy pici darabját is ledarálta ezzel. De hát tudomásul veszem, hogy
Így döntött az elnök úr. Összödött rendbe kellene tenni? Mit persze. gondol? Hát persze, hát, de hát mindenki ezt gondolja. Összödött csúnyosebb. Ami nagyon sok kárt okozott az kiszivárogtatással az országnak, az én pártomnak, nekem is. Nyilván az lenne az érdek, hogy ez a seb egyszer kifakadjon, aztán begyógyuljon. Amit ebben az ügyben akkor megtehettek, azt hiszem a szolgálatok, vagy a Nemzetbiztonsági Hivatal vizsgálatokkal, azt hiszem, hogy megtették. Szemmel láthatólag végső eredménye nem jutottak, részinformációkkal rendelkeznek. De az nem elég arra, hogy valakit nyilvánosan vádoljunk. Őszintén szólva, én ezért voltam mindig csendben. A gazdag emberek vagy bölcsek, és egy idő után a gazdagságuk gyümölcsét élvezik, vagy nagyon ostobák, és azt gondolják, főleg azokra az emberekre jellemzőek, akik nagyon mélyről jönnek, hogy a gazdagság egy limitálhatatlan, örökös küzdelem, még többért, még többért, még többért. Gyurcsány Ferenc ez utóbbiak sorába tartozik, ő soha nem fogja azt mondani, hogy elég. Soha nem mondott le arról a vágyáról, hogy a politikai széljárás kedvezőre fordultával ő még egyszer Magyarország miniszterelnöke lehet. De Magyarország azt hiszem egy kicsit másképp gondolja. Gyurcsány Ferenc ma már egy bohókás ember, aki tulajdonképpen nagyon hasznos is, mert egy folyamatos emlékműve annak, hogy a politikusi gazemberség mire képes és mit tud tenni egy országgal. Amíg ő nap mint nap szerepel a televízióban, az ország nagy része pontosan tudja, hogy az ellenzékre nem lehet szavazni, mert bogáncsként a hátukon behozzák Gyurcsány Ferencet egy esetleges kormányváltás után. Tehát ilyen szempontból Fletó egy nagyon hasznos figura is lehetne, de hogyha kicsit erkölcsösebben nézzük ezt a kérdést, akkor azért azt a mérhetetlen gazemberséget, amit ő akár 2006 után elkövetett ezzel a nemzettel, azt neki soha, de soha nem lehet megbocsátani. Őszre Fletóból G. Ferenc lett, ugyanis az ügyészség kérésére a parlament felfüggesztette Gyurcsány mentelmi jogát. A gyanú szerint hivatali visszaélést követett el a sukorói telekcsere ügyében. A központi nyomozó főügyészség úgy vélte, túllépte a hatáskörét, amikor ő állapította meg az állami ingatlan értékesítésének módját, vagyis a cserét. Az állam több milliót bukott az ügyleten. Hát ez sem ágában sincsen eljátszani az üldözött vadnak a szerepét és védekezni. Ha valaki vádol, akkor bizonyítsa be. Én eddig még csak képtelen vádakat hallottam, és hát csikorgó politikai erőfeszítést. Hát hajrá, üzenem üldözőimnek, ha képesek erre, amit vádolnak, akkor tegyék a dolgukat. Ugye önt az LMP jelentette föl, de mégis inkább a kormány ellen szokott felszólalni. Lárifári, ilyet én már mondtam egyszer. Nem kell a Fidesznek az LMP mögé bújnia. Hát viselkedjenek férfiasan. Teljesen világos, hogy a Fidesz elszámoltatási vagy leszámoló politikájának a része, hogy saját ügyésze próbál engem, bennünket mószerolni. A volt miniszterelnököt október elején hallgatták ki. A nyomozó főügyészség utcája megtelt szimpatizánsokkal, politikusokkal. Gyurcsány Ferenc mögött ekkor zárt össze utoljára az MSZP. A volt miniszterelnök nem tett vallomást. Meghallgatásán az ügyészeket bírálta, az erről készült felvételt pedig nyilvánosságra hozta. Azt gondolják, hogy ennek a hatalomnak a hátterében önök bármit megtehetnek, és ez a háttér, ez örökké meg fogja önöket óvni attól, hogy törvényes körülmények között egyszerűen a számot adjanak arról, hogy mérsékelték meg az esküket, akkor azt hiszem, önök tévednek. A főügyész válaszában annyit jelzett meg, hogy az ő személyes sorsa nem része a büntető eljárásnak. Az ügyre később még visszatérünk. Közben a Demokratikus Koalíció Platform ultimátumot intézett az MSZP-nek, hogy a listás helyeken bejutókról döntsön a tagság, és ha megvonnák valakitől a bizalmat, állítsanak helyette új képviselőt. Ez olyan, mint egy bizalmi szavazás a parlamentben. A pártelnöki válasz is rövid és tömör volt. Amennyiben ez a javaslat a pártból való távozásnak a forgatókönyve, akkor legyen, de minél gyorsabban. Ferék nem késlekedtek. Mi ezek a léc? Leesik. Hát, ha tudnám, hogy leesik, akkor ezt válaszolnám.
A hosszú húzavona után 2011. október 22-én a 2006-os véres tömegoszlatás 5. évfordulója előtt egy nappal Gyurcsány bejelentette, hogy a Demokratikus Koalíció Platform kilép az MSZP-ből. A 20 éves pár ezzel hivatalosan is ketté szakadt. Bevallom, hogy a tekintetben, hogy a Magyar Szocialista Pártból egy új párt legyen, kudarcot vallottunk. És ha kudarcot vallottunk, akkor a mai napon megismerés vége, akkor azt tesszük, amit jó előre megmondunk. Egyszer, de csak egyszer mi megpróbálunk. És ha nem sikerül, akkor a saját útunkat fogjuk járni. A saját út most azt jelenti, hogy létrehozunk egy új, nyugatos, polgári balközéppártot. A gyurcsányista politikusokat ezután felszólította az MSZP, hogy adják vissza mandátumokat. De ők ezt nem tették meg. Balogh András elnök helyettes egyenesen az új SZDSZ-t látta Feri DK-jában. Gyurcsányék külön frakciót akartak, de a házszabály erre nem adott lehetőséget. Ezért eleinte bojkottálták a munkát a tisztelt házban, de gyorsan rájöttek, üzeneteik így nem jutnak el a célközönséghez, ezért elkezdtek dolgozni. Nem csak dolgozni, hanem országot járni is elkezdett a DK. Feri tudta, csak akkor kerül be a hírekbe, ha extrém gondolatai támadnak. Egyik ilyen volt, amikor beköltözött az Avasra. Éppen oda, ahol a fészekrakó program miatt környékbeli romákkal töltötte fel a lakásokat, a helyiek nagy bánatára. Az ingatlanok értéke lement, a fészekrakók nem fizették a rezsit, víz és áram nélkül tengődtek a szegény családok, vagy a szomszédból kölcsönözték az áramot. Az őslakosok kiborultak, de Ferit nem olyan fából faragták. Gyurcsány gyerekekkel futott az Avason, kutyát simogatott, buszozott és Miskolc belvárosában ebédelt. Állítólag terepgyakorlatra jött. A probléma séta közben találta meg. 3 millió forintot költöttem a lakásra. Tudja, mennyit ér a 4 szobás lakásra? 20 forintot. Igen, Csány is elismerte, hogy sokan visszaéltek a lehetőséggel, hamis munkáltatói igazolásokkal játszották ki a törvényt ügyvédek segítségével. De saját programját továbbra is jónak tartotta. Szerintem a programban nincsen semmilyen baj. Hát egy kést lehet használni zöldségtisztításra, és lehet használni fenyegetésre. Igen, érdekes példa volt ez az Avason, ahol köztudottan rossz volt akkoriban a közbiztonság. Letúr csapatával együtt 3 nap után elhúzott a panelből. De volt olyan sztori is, amiről sokáig beszélt a média. Ennek annyira nem örült a bukott miniszterelnök. Ilyen volt, amikor televízión kiderítette, hogy szakdolgozatában plagizálhatott Gyurcsány. A riporteri kíváncsiság kielégíthetetlen, ezért arra vállalkoztunk, hogy a Pécsi Egyetemen utána járunk, miről is írt szakdolgozatot Fletó. Meg is találtuk a jegyzékben, hogy 1984-ben a Balaton felvidék szűlészete és borászata címmel adott be diplomamunkát. Ám csoporttársai dolgozatai között csak ezt nem találtuk meg. Ebben a témában írt szakdolgozatot egy másik hallgató korábban, bizonyos Rozs Szabolcs. Gyurcsány életrajzi könyvét lapozgatva kiderült, hogy első felesége még a főiskolás évek alatt Rozs Beatrix volt. Kiderült, hogy nem csak névazonosságról van szó. Feri egykori sógora írt ezen a címen diplomamunkát. Felkerestük Rozs Szabolcsot, aki nem igazán örült látogatásunknak. Megerősítette, hogy Gyurcsány a sógora volt, és láthatta is az ő szakdolgozatát, mert szüleinek is adott egy példányt. A DK elnökére éppen egy tüntetés közben találtunk rá. Első körben ennyit tudtunk, és rákérdeztünk a dologra. Ismeri Rozs Szabolcsot? Hogy ne ismerném? Tudja, hogy ő miről ért szakdolgozatot? Hát a Szabolcs az előttem járhatott 4 évvel, 5 évvel, sokkal. Nem tudom, milyen szakos volt ő. Azt hiszem, ő tesi szakos volt, nem? Azt hiszem. Ő ugyanebben a témában, ugyanezen a címen írt szakdolgozatot. Látta esetleg az ő szakdolgozatát, ugye sógorok voltak, ha ezt jól tudom. Szabolcsit, hát ha ő írt ilyen témában annak idején 24 éve, miután ugye rokon volt, akkor biztosan láthattam a dolgozatát. Tehát elég valószínű, hogyha ő hasonló témában írt. Azt kell valószínűsítsem, hogy igen.
És olvasta is, vagy csak látta? Hogy emlékszik, miniszterelnök úr? Hát, ha láttam, akkor gyanítom, hogy olvastam. Használhatta esetleg ön ezt a szakdolgozatot a sajátjához? Hát, hogyha láttam és olvastam, akkor az a természetes biztosan, hogy a 20 nem tudom hány éve akkor azt használtam. Miről írt ő? Mert aztán nem árult el. Ugyanez volt a cím, ugyanez szó szerint ez volt. Hát akkor nagyon valószínű, hogy akkor használtuk ezt a dolgozatot ehhez, persze. Ez akár egy beismerő vallomással is felérhet. Ekkor még Feri nem volt ideges, azt nyilatkozta, hogy újságírók vagyunk és tettük a dolgunkat. Másolta? Nem. Semennyit? Semennyit. Senkiről? Senkiről. Aztán hozzájutottunk Feri szakdolgozatának bírálatához. A 35 oldalas írásban megjelölt felvetések, hibák oldalszámra megegyeztek a volt sógor írásával. Ezt alaposan elolvastuk és összevetettük, kiderült az is, hogy a bírálat nem hamisítvány, az aláírás is stimmel. Ezután nagyon ideges lett. Egy magyar televíziós társaság, akik nyilván itt vannak most is. Mondjuk ki a nevét, a Hír Televízió, bárki, aki azt meri állítani, hogy plagizáltam, azt fel fogom jelenteni. Ki fogom mindegyiket perelni a vagyonából, mert nincs annyi vagyona, amennyit ér az én tisztességem. Majd azzal vádaskodott, hogy megfújtuk a szakdogát. Azt a képtelen vádat állítják, hogy a két eltűnt szakdolgozat az egyforma, miközben ha egyforma lenne természetesen, akkor nem kellett volna ellopni, hanem meg kellett volna mutatni a nyilvánosságnak, itt az egyik, ott a másik. Azért lopták el, hogy ne derüljön ki, hogy a dolog nem egyforma. És azt sem zárta ki, hogy mi magunk írtunk egy szakdolgozatot. Ha tudják követni, igen, Feri is belekavarodott a magyarázkodásba. Csinálnak, ha kell, bizonyítékot, ha kell, csinálnak hamis tanút, aztán fogják magukat, elővesznek a sublótból. Ez senki által korábban nem látott, nem hivatalos, nem lepecsételt, nem iktatásba vett valamilyen dolgozatot, és azt mondják, hogy annak az oldalszámai megegyeznek egy bírálattal. Mi az a papír? Ki csinálta? Mennyire hiteles? Ad abszurdum, nem az én dolgozatom? Nyilván sokan hittek neki. Míg Feri keresi a szakdogáját, mi tartunk egy rövid szünetet. És ezzel jövünk vissza. Kicsit ócska ez most ma este. Császi Zsoltot és Tátrai Miklóst politikai koncepciós perben elítélt embereknek tartom. Folytköv, nehogy elkapcsoljanak. Most pedig jöjjön Feri, a gasztronómia királya. Szakácsművészetét könyvben is megörökítetted, de ha kellett, koplalt is. Feri sajátos módon lekoppintotta az MSZP éhségmenetét is. 2012. szeptemberében egy hetes éhségsztrájkot tartott a Kossuth téren, hogy ezzel tiltakozzon a választási regisztráció ellen. Kérdezni csak a kiválasztott médiumok kérdezhettek, a Hír TV csak nézhette, hogy Fletó interjút ad, teát iszik, laptopján dolgozik, nyugovóra tér, és reggel álmosan ébred. Jaj, a Hír TV, nem! Jó napot kívánok! Mit tetszene gondolni? Van értelme ennek az éhségsztrájknak? Hír TV, nem! Király TV, menjünk! De a kormányellenes propagandát nagyon jól nyomták a szépkorú szimpatizánsok. Nyomorúság! A gyerekek halnak éhen, az apjuk halálra belé ütik, vagy elvágja az ereit, mert nem tud enni-anni neki, iskolába járatni. Ezt akart az Orbán. Padai Ágnes még dühös volt a szakdolgozat botrány miatt. A demokratikus koalíció politikusai mindaddig, amíg a Hír Televízió bocsánatot nem kér, nem nyilatkozom. Ön tudja, hogy önnek nem nyilatkozom, viselkedjen komoly lányként. Jó? Megértette ezt tőle, köszönöm szépen. De miniszterelnök úr, itt most csak erről a kérdés. Itt most ebben a témában szeretnénk kérdezni. Nem érdekel, a maga tévének soha nem nyilatkozom. Ugye megértette? Köszönöm szépen. Én megértettem, csak ebben a témában nem értem, miért nem lehet. Legyen olyan kedves. Ne bántsál. Na, akkor így. Csak a szokásos. Ezt kaptuk minden DK-s rendezvényen. Végül Gyurcsány nem ért el semmit. Csak a média figyelmét kapta meg. Aztán hazament a hetedik napon, és megebédelt.
2013-ban Gyurcsány egy nagyívű összödi stílusú beszéddel hívta fel magára a figyelmet. Ez a kurva ország, ha van korszakváltás a rohadt életbe, akkor az összödön kezdődött. Jól alszik, Viktor, kérdezem én. Jól alszik? Jól alszik, amikor százezrek magától félnek, és rohadt rendszerétől? Ezek a majmok, ezek lemondanak róluk. Ne papuljon egy jobb világról, amikor szarabb világot teremt. Na most már ez elég is, menjetek a büdös francba! A 2014-es kampányban már ment az egyezkedés, de azért, hogy világos legyen ki a frankó gyerek, Feri néha belerúgott korábbi pártjába. Én voltam ennek a pártnak az elnöke. Sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon. Ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk. De igazán el sem tudott távolodni az MSZP-től, mert jöttek a 2014-es parlamenti választások. Hosszasan tárgyaltak, hogy milyen formában működjön együtt az ellenzék. A tárgyalás sorozat közben több ellenzéki demonstrációt is tartottak, ahol Feri rendre, helyére tette ellenzéki politikus társait. Aki hideg és langyos, az üljön föl a gázsütőre. Majd a választás napján kormányt váltott. Átült egy Trabantba, majd futni indult híveivel. Suki madár. Itt is vártottunk a kormányon, estig is vártunk a kormányon. Mégiscsak egy régi világnak a jelképe. Annyira régi ez a világ, mint amilyen régi a politika, amit Orbán képvisel. Kelet vagy nyugat, ahogy szoktuk volt mondani. Ez a kelet iróniája, amit itt láttak mögöttünk. A DK egy belvárosi klubban várta az eredményt. Az utcát le is záratták, mert sok szimpatizást vártak. De sem az eredmények, sem a szimpatizások nem jöttek. Csak Gyurcsány. Verve. Két lehetőségünk van, vagy beengednek, vagy mondunk valamit. Az általam vártnál alacsonyabb részvétel van, ezért aztán Molnár Csabának fogok tartozni egy pohár sörrel. Kérdésünkre, hogy a külföldi számlákon pénzt rejtegető Simon Gábor ugye ártotta az összefogásnak, Gyurcsány már kevésbé viccesen reagált. Kicsit ócska ez most ma este. Mondja meg a szerkesztőjének. Ennél egy jobb ország is többet érdemel. Magyarországnak nem a Simon ügy árt, hanem ez a kormány. Ez a kormány elvette a szabadságunkat. Még a választás éjszakájára, ami történelmi pillanat. Azt tudom mondani, ne legyen már ilyen ócska, sem a tévé, sem maga. A hírtelevíziót nem tartom televíziónak, hanem a Fidesz bunkos botjának. Végül a kormányváltás elmaradt. A Fidesz kétharmaddal nyert ismét. Bár a DK bejutott a parlamentbe, Feri nem volt boldog. Mit tehetett? Szabad csapatait a szabadságtéri emlékmű ellen küldte, ahol a sajtószabadság jegyében kollégánkat zavarták munkavégzés közben. Hazudik! Hazudik! A vereség után Gyurcsány nem adta fel. Folyamatosan igyekezett fiatalosnak és lendületesnek látszani. Volt DJ. Egyszer pedig úgy tett, mintha tudna gitározni. Ekkor még maga sem tudta, hogy menjen vagy maradjon, de már a bal oldalon is annak örültek volna, ha visszahúz a szemlőhegyi villába. A 2015-ös év azonban meghozta a kedvét. A Simicska Orbán háború átrajzolta a politikai térképet. Feri elkezdett barátkozni korábbi ellenségeivel. Simicska sem volt már korrupt fideszes, és hirtelen a Hír TV is demokratikus médiummá vált. Gyakran volt Kálmán Olga vendége. Igen, abban a tévében, amely a 2006-os gyurcsányi terrort élőben közvetítette. Változtak az idők. Gyurcsány Ferenc a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Az Európát megosztó migrációs kérdésben nem meglepő módon az uniós álláspontra helyezkedett. Amikor a keletinél menekültek ezrei táboroztak és elkezdődött a határkerítés építése, Gyurcsány illegális bevándorlókat fogadott be az apró villába. Persze csak néhány órára, a média kedvéért. Fletó az akkor még baloldali TV2 kameráit beengedte az apró villába. Demcsák Zsuzsának pedig a lelkiismeretéről nyilatkozott, és Ferenc pápát idézte. Viselkedjünk velük emberként, mert olyanok, mint maga meg én, csak hát menekülnek a háború elől, az iszlám állam elől, mi meg viselkedjünk úgy, ahogyan a Ferenc pápa mondja, emberségesen. A DK elnöke bírálta a magyar kormány menekültügyi eljárását és a kerítést. Provokációból illegálisan átlépte a magyar határt, ami miatt eljárás indult ellene.
Az a nemzet, amely önző módon viselkedik Európai Uniós tagként, az végén nagyon magas árat fog érte fizetni. Folyamatosan kapta a gyomrosokat a sukorú perben. Az áldozat szerepéből viszont jól megélt. A tárgyalásra, ahol Császi Zsoltot elítélték, ő is ellátogatott. Tüntetők vártak és menetrendszerűen leköpték. Az ügyészséget és a független bíróságot támadta. Császi Zsoltot és Tátrai Miklóst politikai koncepciós perben elítélt embereknek tartom. Azaz, ha úgy tetszik, politikai foglyoknak. Gyurcsány a bőribe is bekísérte Császit, és könnyes búcsút vett tőle. Elvégre helyette vitte el a balhét. Gyurcsány feleségének cége, az Altus 2015-ben elnyert egy több milliós brüsszeli tendert, ami azért nem mindenkinek sikerül. A Fidesz igazolva látta, hogy az Unió Gyurcsány támogatta. Nem mintha ez eddig kétséges lett volna. 11 pályázó cég közül, a legjobb áron ráadásul, egy olyan ügyben, ahol fel sem merülhet a politikai elfogultság kérdése, az a statisztikai adatgyűjtés, amit itt el kell végezni, annak nincsen pártpolitikai tartalma, úgyhogy Lázár János nyugodjon meg, kicsikét paranoiás, de hát majd kezelteti magát. Fletó ez időtájt kiszállt vállalkozásaiból, feleségére, Klárára bízta a bizniszt és a több 10 milliárdos vagyont. 2016-ban 1,5 milliárdért eladta hírhedt cégét, a Motin nevű pinföldgyárát, amelyet még a szoci kormány alatt privatizált. Az üzleti sikerek ellenére a pártépítés nem nagyon ment. Több komcsi nyuggert már nem lehetett befűzni. A DK és Gyurcsány elérte teljesítő képessége határát. Még úgy is próbált fogsokat szerezni, hogy leleplezte az MSZP és a saját maga korrupt múltját. 2015 a korrupt politikusok legfeljebb visszakértek 20%-ot a beruházási pénzekből, amelyek már törvénnyel lopnak, de egy furfangosabb lopás. De ez sem volt elég. Az ellenzéknek dobnia kellett volna valamit nagyon, ám Simicska atombombáit csak nem akartak felrobbanni. Gyurcsány a divatos orosz ellenességre váltott. Azt már elfelejtette, hogy néhány éve még Putyin a saját házában látta vendégül. Először az ATV-ben kezdte népszerűsíteni azt az elméletet, hogy Orbánt zsarolják az oroszok, mert hatalmas vagyona van külföldön. Hát mindent, amit tudok, most nem fogok önnek elmondani. Többet tud, mint amit elmondhat? Igen. És akkor fogalmazok. Tud olyan adatot, amit azért nem mondhat el, mert államtitok? Tudok olyan adatot, amit most nem kívánok önnel, meg a nézőkkel megosztani. Orbán Viktornak ez a párfordulása, hogy a leginkább orosz ellenes politikusból egy-két év alatt Oroszország legjobb támogatója lett. Emögött, ha csak nem feltételezzük, hogy az miniszterelnök mentálisan megbomlott, és ezt nem feltételezem, és nem adott rá magyarázatot egyszer sem, akkor muszáj a legjobb hiszeműséggel is azt feltételezni, hogy van valami a háttérben, ami racionális. És sokszor nagyon zavarosan beszélt arról, hogy Orbán titkos bankszámláira talán lehet, hogy van bizonyíték, csak még nem biztos. Ha a bankszámla kivonatnak a vége volt ennyi, nyilván több tranzakció volt mögötte. Volt olyan is, ami kimondottan Orbán Viktornak a bankszámlája? Svájci bankszámlája? Igen. Orbán Viktornak van egy svájci bankszámlája? Igen. Vagy volt. Van, vagy volt. Hogy ma van, azt nem tudom. Miközben ez az egész történet az oroszoknak? Nem tudom. Azt mondta, hogy Oroszországból politikailag zsarolható. Ugye azt mondtam, hogy azt feltételezem, tekintettel arra, hogy akivel beszéltem angolul, annak szerintem orosz angol akcentusa volt, hogy ez Oroszország, és utána a legelső források évvel ezelőtt orosz forrás volt, ezért a kettőt értelemszerűen összekötöttem. A baloldal vezetésében ellenfele is akadt. Az MSZP és Botka László. Nagy harc folyt köztük, osztották egymást rendesen. Kálmán Olga igyekezett békíteni a feleket. De én tegnap megkérdeztem Gyurcsány Ferencet, de ő nem tudja, azt válaszolta. És abban bízom, hogy egyszer elárulja, mi baja van önnek Gyurcsány Ferencet. Nekem semmi.
Személy szerint nekünk soha semmilyen személyes politikai konfliktusunk nem volt, ezt is nagyon sokszor elmondtam, és gondolom Gyurcsány Ferenc is, aki ezt tudja megerősíteni. A Botka László lemondásában és lemondásához önnek személyesen volt-e köze? Nem hiszem. Az ön létének, személyének, politikai szerepvállalásának, hiszen ön volt a vita tárgya kettejük között. Hát annyiban, hogy azzá tette Botka László akkor, amikor azt mondta, hogy a DK-val együttműködik Gyurcsánnyal, nem. Tehát ő maga teremtett egy olyan akadályt, amit aztán később nem tudott megkerülni. Botka elbukott, végül a saját pártja fúrta meg. A baloldal tovább bénázott. Próbáltak megegyezni. Gyurcsány már a Jobbikkal is tárgyalt volna. Ez nem az én ügyem. Az ország tudom, a többsége kormányváltást akar. Ha ez így van, és ezt komolyan vesszük, akkor ez a hazánknak a története, hát akkor még tárgyalni kell. Pokoli sok fenntartás van persze egymással szemben. Amit cipelünk magunkkal, én is sokat beszéltem magával erről. De talán ez a helyzet, amikor átkedít is saját árnyékunkat. Szóval szerintem a haza megír egy tárgyalás, vagy annál még többet is. Egy régi, jól bevált fegyvert vett elő a kampányban. A gyurcsányi hagyományokhoz híven a határon túli magyarokat ütötte. Elvette volna szavazati jogukat. Azért volt a Fidesznek 2/3 2014-ben, mert pont az az egy mandátum, mi ehhez kellett, az a határon túlról jött. Most a magyarországi választópolgárok döntő többsége, egyébként ezzel nem ért egyet, ezt tudjuk, ebben érvényes kutatások vannak, ők fogják azt gondolni a kutyafáját, hát miért beszélnek bele onnan a mi életünkben? Ez a mi nyugdíjunk, mi oktatásunk, mi egészségügyünk, persze, hogy legyen véleményük, nem vitatjuk, de hát hadd döntsük el mi, mert hogy mi élünk itt. De a gyűlöletkeltés sem jött be. A táncos lábú volt miniszterelnök, nagyon kereste régi önmagát, de nem találta. Ekkor már látszott, hogy Feri nem viseli jól a megpróbáltatásokat, és ilyenkor levezette a feszültséget. Hogy mire gondolok? Sört. Két pohárral. De most már túl vagyunk rajta, úgyhogy most átmenjünk majd egy másik helyre. Ott már belehúzunk egy kicsikét. És a kampányban előfordult, hogy munka közben is bulizott. Egy LMP-vel folytatott tárgyalásra túl motivált állapotban érkezett. A pogácsa az közepesen volt, csak száraz, de hogyha én mondjuk részek vagyok és otthon meghívok egy barátomat beszélgetni, az a minimum, hogy őt is megkívánom. És nem ez volt az első és az utolsó eset. Az MSZP és a DK megállapodásának lényege, hogy le kell váltani a DK-t. Nem így van. Az én fejemben nagyon sok szám van. Akarja, hogy számoljunk együtt? 2×3? 6. Ja. Legnagyobb két számjegyű prímszám mennyi maga szerint? 11. Segítek magának. 11. Igen. Nem. Az a legnagyobb két számjegyű prímszám. Ebben segítettem magának. Mondom, nem. A választás napján pedig már maga sem tudta, mit akar mondani. Vannak még olyan szavazókörök, ahol kígyók. Kígyók? Kígyóznak. Már a választási kampány előtt látszott, hogy ha a szabadság és a demokrácia barátai élükön Fletóval nem csinálnak valami bazi nagy forradalmat, akkor marad a Fidesz diktatúra. A DK bejutott a parlamentbe, lett frakciójuk, a Fidesznek pedig harmadszor is kétharmada. Sorra pukkantak ki a pártok. A civileké lett a kezdeményezés, Feri se nagyon találta a helyét. Azért az utcára még kiment. Nagy ellenzéki tüntetések jöttek. Így esett meg, hogy egyszerre vonult Vona és Gyurcsány, a két régi barát. Aztán, hogy híveinek segítsen feldolgozni a súlyos vereséget, Gyurcsány azt valószínűsítette, hogy a Fidesz csalással nyert. Eltűnt néhány szavazat, persze mind a DK-ra ment volna. Pokoli sok, és ebből a legkönnyebben megérthető példák egyikét, másikát mutattuk be. Ezt meg is tudjuk most is mutatni a nézőknek, ami... Két példát mutattunk be, itt nem tudom, melyiket látjuk. Iszonyú kicsi a betű, ez a Varjú Lászlónak a közvetem. Ugye Varjú László negyedik kerület egyik szavazókörének adatait látjuk. Azt látják fent pirossal bekeretezve, hogy Varjú László kaplán 200, nem látom innen, 40, 24... 244. 244 szavazatot egyéniben. Ha a második piros mezőre néznek, hogy mennyit kapott a DK listán, nulla.
elképzelhető az az állítás, hogy támogatok egy pártnak a jelöltjét, több mint 200-an vagyunk, és ezek között egy darab olyan nincsen, aki ugyanennek a pártját támogatna. De aztán kiderült, hogy az európai megfigyelők szerint sem volt csalás. A tüntetéseket pedig megunták és hazamentek. Gyurcsány is pihent. Egészen őszig. Akkor a hajléktalan ügyre ugrott rá. A Fidesz ugyanis törvényt vezetett be az utcán élés tilalmáról. A Kossuth téren éjszakáztak a DK-sok. A hajléktalanoknak utat nyitni, életet teremteni nem rendőrökkel, hanem több odafigyeléssel, értéssel, szociális támogatással kell. Ezzel is jól mellé nyúltak, még a számukra baráti média is hülyét csinált belőlük. Mert itt nem bebörtönzésről van szó, hanem arról, hogy rendezett körülmények között élhessenek a fedél nélküliek, és ne fagyjanak meg az utcán. Most a Gyurcsány ellenállónak nevezi magát. De ez is bolsevik fogalom. Úgy kell érteni, hogy ellenállás az, amit Orbán kormányzásnak, Orbán politikának nevezünk. Ez az ellenállás ugyanis azzal szemben, amit még egyszer mondom, a Pufajkástól Gyurcsányig meg kellett élni ennek a népnek, és az én édesanyám még mindig úgy búcsúztat el engem, hogyha nála vagyok, hogy vigyázz kisfiam, csak óvatosan, ne túl hangosan, mert még visszajöhetnek. És ilyenkor egyértelmű, hogy kire gondol. És nem egyedül van ebben az országban. Az a korosztály, az retteg attól, hogy ez, akik a Gyurcsányt kreálták, még egyszer visszatérnek. Na ez ellen az ellenállás a Orbán kormányzás, és amiről Feri beszél, az meg humbuk megint. Hülyeség. Mivel szemben áll ő ellent? Nevetséges. A külpolitikai események is befigyeltek az utóbbi napokban erősebb. Merkel lemondása után Gyurcsánynak ehhez is volt hozzáfűzni valója. Nekem volt sok vitám Merkel kancellárasszonnyal, sőt a lemondásomhoz egy bizonyos vitám közvetlenül hozzátartozott vele. Ezt ossza már meg velem. Ne akadjunk itt el, úgyhogy kettő mondat utalok csak rá. Nem akarnék el, de a lemondásom előtti utolsó nagy Európai Tanácsülés környékén és ott magán is, én egy nagy vitába keveredtem vele, hogy a pénzügyi válságot látva, ugye 2008 második fele, ez meg 2009 eleje. Nincsen más lehetőség kancellárasszony, és ezt magának kell elindítania, hogy kell közös pénzügyi irányítás és felügyelet Európában. Mert ha nem lesz, akkor az fog történni majd más bankokkal is, mint hogy megtámadták egyébként, hozzáteszem, eljárás indult azon brókerek ellen, akik az OTP-t megtámadták, amiután fel kellett venni az IMF hitelt. Tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult történet. És a Merkel lerázta ezt magáról, és csúnyán rázta le magáról. És én azt láttam, hogy... De mit mondott? Azt hogy válaszolt, nem. Hogy nem az ő ügye? Nem. Miniszterelnök úr, nem érök rá, ilyenekkel kell foglalkozni. Ez most nincsen napirenden. Mára ez megvan. Tehát megtörtént pár évvel később, amire akkor harcba szálltam. Itthon már sok vitám volt, azt láttam, hogy Merkel-lel sem jutok egyről kettőre, fontos nagy európai ügyben, nem az én történetem, ez nem Európa ügye, hát itt minek küzdök én ma ezekkel. Na, szóval azt akartam. És akkor úgy jött haza, hogy bedobja a törölközőt? Mert azt mondja, hogy hozzájárult ez a hát olyannyira, hogy én azon az Európai Tanácsülésen én Brüsszelben, a szállodai szobában írtam meg azt a beszédet, amelyet pár nappal később elmondtam. Újságírók és politikusok szerint Fletó nem tett le arról, hogy az ellenzék vezére legyen. Úgy érzi, csak ő lehet Orbán Viktor kihívója a következő választáson. Ahogy aprózódnak és tűnnek el a magyar politikai palettáról a pártok, már semmit sem lehet kizárni. Hogy Gyurcsány mikor ér a lejtő aljára, nem tudjuk. De már sok műsort nem szeretnénk készíteni róla, reméljük végleg visszavonul vidéki birtokára. Főzőcskézni. Gyurcsány Ferenctől, aki mindig az maradt, aki volt, nem is búcsúzhatunk mással, mint ezzel a nagy slágerrel. Köszönjük figyelmüket! A jövő héten egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!